Kisfilm mutatja be a déli határszakasz jelenlegi állapotát. Mivel a szerb-magyar, illetve a magyar-szerb-román hármas határ térségében folyamatosan emelkedik a jogellenesen belépők vagy azt megkísérlők száma, a kormány döntött a szerződéses határvadász jogviszony létrehozásáról és a rendőrség határvadász ezredének felállításáról. Az első ütemben összesen 2200 fő szerződéses határvadász szolgálatba állítása a cél, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei mellett a Bács-Kiskun megyei, a Békés megyei, a Csongrád-Csanád megyei, valamint a Hajdú-Bihar megyei határvadász századok állományába. A rendőrség 18. életévüket betöltöttek, de még az 55. életévét be nem töltött jelentkezők jelentkezését várják. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy büntetlen előélet szükséges hozzá, illetve magyar állampolgárnak kell lennie. Valamint meg kell felelniük három különböző eljárási renden, ez a fizikai alkalmassági, a pszichológia, illetve az orvosi alkalmassági eljárás. Sikeres felvétel esetén a jelentkezőknek már a képzés megkezdésétől kezdve jár az alapilletmény, és ez a későbbiekben további szolgálati, idegen nyelvtudási, valamint éjszakai pótlékokkal, illetve kafetéria juttatásokkal egészülhet ki. Önmagában a képzésünk az 4 hét lesz összesen, tehát ez egy 160 órás képzési forma lesz, amelynek a végén szakmai elméleti, illetve szakmai gyakorlati vizsgát kell tenni minden egyes leendő szerződéses határvadászunknak. Képzés befejeztével pedig ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megyének három különböző határrendészeti kirendeltségén teljesítetnek majd szolgálatot, ugye Csenger, Beregsurány, illetve Záhony határrendészeti kirendeltségen, illetve ezek határterületein a hozzá tartozó határszakaszon teljesítetnek szolgálatot. A sikeres képzés után a határvadászok 3 év időtartamú határozott idejű szerződéssel állhatnak szolgálatba, amely egy alkalommal további 3 évre meghosszabbítható. A határvadászok feladata napi 12 órás szolgálatban az illegális belépési kísérletek megakadályozása, az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése lesz. A személyes érdeklődés mellett postai és elektronikus úton is lehet jelentkezni, amelynek további részleteiről a rendőrség honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők.